Most pedig ugyancsak zenével folytatjuk, ugyanis Soti Juli énekesnő, valamint Bongor rapper egy új dalt készítettek. Egy nagyon-nagyon fontos témáról, a pánikról, a szorongásról, úgyhogy most jön a Pánik a levesben című videoklip, aztán beszélgetünk is erről. Pánik az álmokban, pánik a levesben, pánik a diszkóban. Dob egy nevetés mellé pánikot, ajándék, a szívritmus feledő folytó állapot. De várj még, hiszen úgy teszel, mintha semmi sem történt volna a torkodon. Annak szálka, mint a lidérce tánca a fesztivál kordonon. Néha szellem, akár hónapokra is nyaralni megy, és végre csak mi ketten maradhatunk. Ami biztos bennem, az agy és a szív. Elfelejtem, hogy újra visszatér, és hátra dőlök a vidámságba, mint a rap, akit végre megsimogat a fény. Vendégünk Soti Juli és Virág Péter, sziasztok! Sziasztok! Hallgattuk ezt a dalt, és mondtuk, hogy nagyon kemény, nagyon bevállalós, és nagyon elgondolkodtató a szövege, egy fontos problémáról szól. Melyik őtöknek van ebben személyes érintettsége? Nekem is, nagyon-nagyon sok barátomnak is. Szerintem mindannyiunknak az életébe eljut az a pont, vagy elérkezik az a pont, amikor akár a szorongás, akár egy kicsit a kicsit kiélezettebb pánik helyzet megjelenik. Tehát, hogy így van egy olyan pont, amikor bekopogtat az ajtón, hogy oké, most elérted úgy a határod végét. És hogyan találtátok ki, hogy mi volt a pontos koncepciója annak, hogy képileg hogy erősítsétek meg ezt a szövegvilágot? Ez az elejében ugye itt beszélgetés indult köztünk, és akkor volt egy szövegvideóról szó, aztán ezt én szándékosan egy kicsit túlgondoltam, meg túlvállaltam magam, és ebből lett utána egy ilyen animáció. Az pedig, hogy konkrétan mi történik, az pedig nagyrészt az én nagyszüleményem, illetve az alkotótársam, Kelemen Rolandé, akivel közösen csináltuk ezt az egészet. Mi a célotok ezzel a dallal és ezzel a klippel? Mindketten nagyon-nagyon művész emberek vagytok, ugye mondtad, hogy túlgondoltál egy-két dolgot. Mi az, amit a közönségnek, a nézőknek szeretnétek átadni? Hát elsősorban az, hogy beszéljünk erről a témáról. Tehát az, hogy elinduljon egy kommunikáció, ne legyen ez ennyire tabu. Sajnos azért nagyon, attól függetlenül, hogy nagyon sok embert érint, nagyon tabu, és azt hiszem, hogy a zeneiparban pedig különösen. Tehát, hogy a művészeket is érinti, de azon felül nagyon sok embert, és mindenki hallgat róla. És valahol egy kicsit szégyen is róla beszélni. Kicsit mesélsz nekünk a refrén megszületéséről? Valójában az az igazság, hogy nagyon sok olyan helyzetbe sodródik az ember akár, amikor saját maga bőrén érzi azt, hogy itt van a szorongás, itt van a pánik helyzet. És amikor az előző videoklipünk forgatása előtt vártam, még mielőtt bementem volna az autóba, vártam, elindult bennem az az érzés, hogy nem biztos, hogy ezt most meg fogom tudni csinálni. Tehát, hogy így jött a pillanat, hogy így szorít. És akkor elindult bennem ez a refrén, és elindult bennem az a mantrázás, hogy oké, ez mindenhova követni fog. Tehát, hogy így vagy bevállaljuk, vagy nem.
én amikor meghallottam ezt a dalt, akkor egyből elkapott ez a lüktetés, meg ez a flow benne, és nekem a képi világgal igazából az volt a célom, hogy ha még valaki nem is élt át ilyen pánikrohamot, akkor is legyen ez az élmény, hogy viszi magával folyamatosan, és nem tud belőle kiszakadni. Ezért került a hullámvasút akkor a klipbe? Igen, azért, mert ez folyamatosan gyakorlatilag visz. Érdekes, hogy erről a pánikról és erről a szorongásról beszélgetünk, és ugye erről szól a dal, közben pedig újra nyit a világ, és majd nem sokára most már lehetnek ugye koncertek, nektek is lesz. Bennetek nincs ilyen, benned nincs ilyen szorongás például, hogy milyen lesz újra ott lenni, milyen lesz újra kimenni a világba, ugye most szokjuk azt, hogy maszk nélkül kimehetünk az utcára. Van bennetek szorongás ezzel kapcsolatban? Hát én mondjuk azt, hogy kicsit zenészként is érintett vagyok ebben, mivel mi is ugye ezzel a Hippikor csapattal mi ilyen összművészeti dolgot valósítunk meg. Első ez a klippezés, de azon kívül zene, kép, ilyesmi, de nekünk ez szerintem egy ilyen nagyon jó tanulófázis volt, ez a koronavírus időszaka. Ez ihlette meg azt is, hogy egy ekkora projektet bevállaljunk, meg képesek legyünk így belevágni ebbe, és most meg igazából örülünk, hogy úgymond lehet már megmozdulni, és szeretnénk egy közösséget építeni sok művésszel. Igen, szerintem is az a lényeg, hogy valójában most attól függetlenül, hogy van bennünk szorongás vagy nincs, legyünk nyitottak arra, hogy meglépjük a következő lépést, és tisztában legyünk azzal, hogy vannak lehetőségek, és ott van a félelem is a háttérben, de azért merjünk lépni. Pontos mérföldkő lesz majd június elején az Egy Kárpát-medence Fesztivál. Hogyan készülsz erre? Hát elsősorban rengeteg vendég lesz, és az egész csapat nagyon készül. Ez lesz az első nagy dobásunk ebben az évben, meg hát az utóbbi évben is. Az utóbbi másfél évben. Igen, az utóbbi másfél évben egy nagy dobásunk. Eleve az új lemezen már ott volt Csorba Lóci, a Lóci játszikból, a Ladány Bene tagjai, ott volt Bongor, aki ebbe a klipbe is szerepel, és a lemez mellett most a koncerten ott lesz még az Iri Mafia két tagja, Szena és Kemon is, emellett pedig Pásztor Anna az Anna and the Barbiesból, szóval egy nagyon nagy dobás lesz, főként egy olyan zenekartól, akit még nem igazán ismer az ország. Nagyon színes lesz, és nagyon készülünk rá minden téren. És további közös munkára még készültök akkor így klipek kapcsán? Mindenképpen. Igen, nem szeretnénk elárulni erről még semmit, mert még nem kezdtünk neki, de te neki fogtok kezdeni? Mindenképp. A közeljövőben. Így van. Júli, még azt kérlek árulod, hogy ti mikor fogtok fellépni ezen a fesztiválon? Június 4-én lehetnek szemtanúi ennek a furcsaságnak, ami majd itt lesz a színpadon, és 8 órától mi játszunk, utána pedig 9 órától, vagyis hát kicsit később a Ladányben, 27 is, egy csomó sztár vendéggel, úgyhogy tényleg az este is egy különleges este lesz. Végre lesznek koncertek, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk, és elhoztátok a klippet is. Mi is köszönjük. Ennyi volt már, az én vagyok itt, de természetesen holnap este is itt leszünk. Lesz egy nagyon érdekes beszélgetésünk a régészet napjával kapcsolatban. Aztán bemutatjuk Varga Kata Eszter parakajakozót. Sőt, érkezik hozzánk Boronkai Péter.